Igen, én alig éltem néhány évet ittent. Alig éltem, mert 15 évet éltem. Amit mondjuk itt voltam akkor, abban a 15 évben itt voltam egész végig. Utána elkerültem, utána már csak látogató voltam. De mégis ez az, ami azt mondom, hogy az én falu, az én hely. Úgyhogy, és azóta is igyekszem gyakran itt lenni, meg keresni itt a helyemet, meg segíteni az itteni dolgokat, amit tudok én, mert az évek során azért voltak ilyen olyan dolgok, amivel segítettem a falut. Ez a falu a Maros megyei Mezőmadaras. Innen indult néhány évtizeddel ezelőtt a 65 éves Círjék Lajos festőművész, aki a mai napig lelkén, szívén viseli a település sorsát. Lassan 25 éve szervezi meg hazai és külföldi alkotókkal a Mezőmadarasi Alkotótábort. Ma a Maros megyei Képzőművészek Egyesületének elnöke, megszámlálhatatlan egyéni kiállítást tud maga mögött. Szakmáját tekintve automatizálás és villamosság terén jártas. A képzőművészethez egy életre szóló találkozás kötötte. A képzőművészethez úgy kerültem, hogy megismertem a feleségemet. És a feleségem édesapja képzőművész volt, sajnos én nem ismertem, a feleségem is gyerekkorában elveszített az édesapját, Nyilka Robertről van szó. És akkor bekerültem egy olyan világban, ahol a festészetről elég gyakran szó volt. Az ismeretségi körben, a barátok, a családi barátok körében, és akkor kezdtem a képzőművészet felé fordulni. Tehát már felnőtt fejjel, 23 éves voltam, és kezdtem kutakodni, kezdtem rajzolgatni, teljesen önállóan. Mindig azt szoktam mondani, hogy igen, apusom volt hibás ebben, hogy a képzőművészettel foglalkozom. És ezt valahogy úgy próbáltam visszafordítani, hogy apusom a hibás, hogy az ő emlékét próbáltam megápolni is többek között. Ezért, amikor kerekéfordulók voltak, emlékkiállításokat szerveztem az ő munkáiból. Lassan 40 éve festek. Sok hatás ért, sok oldalról, innen olyan. Voltak időszakok, amik más-más dolgok tetszettek. De azért valahogy felépült ez a 40 év, tehát van folytonosság bennem, nincsenek nagyon nagy törések, próbálkozások ilyen-olyan irányban. Talán mindig azt mondják, hogy a nagybányai iskolahoz, mert tényleg a kedvenceim, de a nagybányai iskola is sok színű volt. Tehát ott is színben is, de meg témában is, meg kísérletezésekben is nagyon változatos volt. Ott is meg lehet található annak a kornak minden irányzata. Persze azért volt mégis egy fő irány ott is, és a kint a szabadtéri festészet, meg az erős színek, tehát vannak olyan dolgok, amik igen, beépítettem én is a mai dolgaimban, és én is úgy érzem, hogy mondjuk mai napig is azt mondom, hogy igen, vannak dolgok, amik hasonlítanak onnan, és nem véletlenül, mondjam úgy, mert szándékos ez. De azért vannak, amik nem. Szeretnék persze kitörni is, vagy nem is tudom, hogy egészen kitörni, de azért mindig keresek egy új dolgot, mindig picit hozzáadok. Kitérek jobbra-balra, és keresek valamit. Egy-egy alkotónak a hatására sokszor látok valamit, és akkor kipróbálom én is ezt. Ezért jók a táborok, a képzőművészeti táborok, mert hatnak az emberre, amit látott, a mások, hogy alkot, és kedvet kap kísérletezésre. Nem vagyok az, aki mondom, nagyon drasztikusan változtat, és nem is leszek talán már ezután se, de azért szeretek új dolgokat próbálni. Tájképfestőnek tartom magam mai napig is, mert az vagyok. Nagyon sok dolog szép. Tehát az ember, ha jár a világban, mindenben meg lehet találni a szépet. Attól függ, hogy állunk hozzá. Tehát a szépet keresünk, vagy a rusnyát, vagy a csúnya dolgot keresünk. Tehát megvan, egy fa kéri nagyon sok szép dolog van, csak ha ránézünk.
Hát akkor, amikor az erdélyi tájakba körbenézünk, hát annyi szépség van itten ilyen szempontból, hogy bármilyen sarkot meg lehet festeni. És akkor ezekben megakad a szeme. És el tudok gyönyörködni benne, és akkor jön egy illet, hogy ez azért szép így, de ehhez még hozzáadnék valamit. Mert azik a munkáim legtöbbször színesebbek, mint a természet, mert kicsit úgy hozzáadok az én világomból, az én meglátásomból, és mindig változtatok, mert az a táj nem sosem lesz a vászon ugyanaz, ami a valóságban, tehát nem fényképszerűen festek, mindig átszűröm ezeket a dolgokat, mindig átszerkeztem. Persze ráismerhető, aki ismeri azt a tájnak részletet, vagy például utca részletet, ráismer, hogy ez most pont vásárhely, vagy mezőmadaras, vagy nem is tudom milyen falu, felismerhető, főleg mikor nagyobb részleget festek, nem egy kis dolgot festek meg, de azért egészen más a valóság. Tehát így járva a táborokban az ember mindig érik meglepetések, mindig érik impressziók, amit meg akar festeni. Hasonlítanak. Persze most Erdélyben megyünk, mert legtöbbet Erdélyben jártam alkotótáborban, de attól voltam Görögországtól egész Franciaországig is, többfele jártam, de azért kicsit mindig más. Elmegyünk egy faluban, vagy egy másik vidékre, legyen az fent Felsőbánya, vagy legyen az Homorodmente, mindig vannak tájjellegzetességek, amik megragadnak, utcarészletek, házak, néha emberek is, mert az emberi alakot ritkán festek, és akkor ezek úgy átkerülnek szép lassan a vászonra. Cirjék Lajos napfényes képeivel, fennhangon zenélő színeivel, melyekkel megörökíti a szülőföld, mezőmadaras, a mezőség, Székelyföld, Kalotaszeg, Máramaros, de az egész Kárpát-medence változatos tájait, egy lassan porladó, népi kultúra tárgyi emlékeit, hitet, optimizmust önt a szemlélőbe. Kiváló szervezőként, felülmúlhatatlan táborházigazdaként, egyre magasabbra jutó, magabiztos festőként nagyban hozzájárult az ők ismerők otthonosság érzetének növekedéséhez ezen a tájon, írja Cirjék Lajosról a pápai Katona György festőművész. Lajost a mezőmadarasi alkotótábor művészei, barátai segítették abban, hogy 7 kopjafát helyezzenek el a hősökre emlékezve mezőmadarason. Szervezőként a közösségépítés is fontos Cirjék Lajos számára, ebben pedig családja is segíti őt. Hát szerencsés helyzetben vagyok, hogy igenis a család nemhogy tolerálta, sőt segítette ezt a dolgot. Nagyon is mellettem voltak. Persze nekem is nagyon sok időm van a családdal, azért igyekszem velük is tölteni, foglalkozni. De bizony sokszor velük kellett volna lennem, és én más helyt voltam. Voltak ilyen dolgok is. De tudták, hogy nekem ez kell ahhoz, hogy tudja tovább lépjek. Mert látták, érezték, hogy igenis nekem ez jót tesz. Voltak olyan perceim, napjaink, hogy kicsit nehezebb volt. És az ember kicsit próbáltam elterelni a gondolataim, pont azért a festészettel foglalkozom, vagy elmentem egy kiállításra, és elvitt másfele. Kicsit könnyítettem. Igen, ilyen szempontból nagyon jó terápia a képzőművészet, vagy általában művészet, nem csak a képzőművészet. Ezt alkalmazzák a gyógyításban is, egyesek tudatosan, de ez minden embernek ez jót tesz, szerintem. Tehát aki egyszerű ember is elmegy egy kiállításra, vagy elmegy egy koncertre, javítja a közérzetét. Ha nem is pont akkor érzi az ember, de utólag van egy hatása az embernek az életére. Nem hiába maradt fent annyi évszázadon keresztül a képzőművészet vagy a művészet, mert az embereknek mindig volt egy ilyen igényük, és látni a szépet, hallani a szépet, és az alkotásban is. Nagyon sok ember alkot minden nap, apró dolgokat.
Nem kell mindig na most nagy képzőművészetre gondolni, hanem apró dolgokat, amiben örömünk leli, és túlsegít ilyen-olyan problémákon. Portréfestészetben nekem nincsen meg a nagy gyakorlatom, és ezért megdolgozom, megkínlódok, és érzem az izzadság szagát utólag is ezeknek a dolgoknak, mert kéne hasonlítsan is, van mikor tükörből, van mikor egy-két fotóról készül el, főleg az önarckép, akkor tehát ezeket a folyásokat le kell festeni, mert háttérben akkor nagyon hozzátartozik a úgynevezett stílusomhoz, hogy én általában először egy nagyon vékony réteget felviszek. A néhány vonallal meghúzom a dolgokat, és utána aztán rájövök többször, ezekre a dolgokra. Mert vannak olyan alkotók, most mondjuk, hogy elkezd itt a felső sarokba festeni, és készre fest is jön lefele. Nekem mindig párhuzamosan mennek ezek a dolgok. Én itt is festek, oda is teszek, ebbe is beledolgozok, abba is beledolgozok. Tehát én mindig szeretem látni az összhangot a képen, és ezért ritkán szoktam ülve festeni, elmondom, mindig állva festek, vagy mindig hátra lépek, nézem, megközelítem, és mert jobban látszik olyankor a ahhoz, hogy jobban éljen a kép, most például erre mondom, a sötét, világos, oda erős fényhatást akarok elérni, tehát ez még sötétebb lesz itten, ez meg lesz több élet ebben az én részben. Ahhoz, hogy jobban éljen ez a része, nekem itt a sötét hátteret kell festenem. Ide meg a sötét oldalra a világos hátteret kell festenem, habár a fényhatásokat, ha úgy nézzük valóságban, pont fordítva vannak, mert ha innen jön a fény, akkor ezt is megvilágítja, de ez nem valós kép lesz, hanem festmény kell legyen belőle, és akkor ezért így lehet jól megoldani az én felfogásomban. Ez is hozzá, vannak erre ellenpéldák is, tehát szó se róla, de én szeretek kint dolgozni, tehát ez amit azért is járok táborokban. Én, ha az idő engedi, legtöbbször kint festek. Nem szoktam nagyon ritkán ceruza vázlatot készíteni, hanem legtöbbször egyes a vászonra, és sokszor be is fejezem a helyszínen, de sokszor van úgy, hogy 70-80%, 90%-ban készen van, és van úgy, hogy évek óta itt áll a műhely, a műteremben, és nincs befejezve. Van olyan is sok, de utána itthon befejezem. Mert mikor festem, az embernek a hangulata azért kiütközik a képen. Nem csak maga a természetben, amit lát, de az én hangulatom is benne van ezekben a képekben, és akkor valahogy másképp állok most hozzá, és akkor félreteszem, sokszor van, úgyhogy félreteszem, mert érzem, hogy nem tudom folytatni. Ez színhasználatban is, meg az ecsetkezelésben, tehát van egyszerűen az ember érzi, hogy nem megy most. Tehát hiába tudom, agyban megvan, hogy igen, és oda most kéne tegyek egy semleges szürke foltot, hogy azért a mellette levő folt éljen jobban. Kikavarom azt a színt, de amikor oda teszem, mégis érzem, hogy nem az, ami kell. Tehát oda még pici, tehát nem tudom kihozni azt, amit akarnik, amit megkövetel a kép, legalábbis úgy érzem én.
Tehát ez egészen új, ez is a tavaly készült a víz témára. Ez a Panyiti táborban készült, ez a Somkővári tábor, ez meg szovátai élmény, ez a munka ott. És ez, amit mondtam, aposom hatására, mondjuk a témát használtam fel valamilyen szint, de az se egy az egybe, de azt mégis a fény hatást az erdőből, azt elloptam mondjuk onnan. De ilyenhez hasonló, ott van melletted egy másik, ami ugyanolyan a fényhatásokról, vagy ez is a fényhatásokról szól, ez a kép is. Úgyhogy ezek... Itt 20 festmény van, állítva, vagy kis teremben. Megnyitom, így istentisztelet után volt, és elég sokan átjöttek. És jól elbeszélgettünk itt. Hát a visszajelzés tulajdonképpen azért is fontos, mert tehát az ember el van saját kis világával, de nem akar senki se elszigetelődni tulajdonképpen. Tehát társas lények vagyunk, és akkor amit csinálsz, azt is jó, hogy tudod, valahová beilleszkedik ebbe a társadalomba, ebbe az emberi életbe, valahova elhelyezkedik. Valakinek még nem csak neked fontos, még valaki másnak is. Meg sokszor felhívás is. Tehát én is leteszem a voksomat sokszor, hogy vallásos vagyok. Mikor megfestek egy templomot, ez is azt bizonyítja tulajdonképpen, hogy igenis, én ragaszkodom valamihez. Vagy ugye az 56-ról, amit ott túlfelő festettem, az is nekem fontos volt. Tehát felhívom a figyelmet másoknak is, hogy volt egy 56, és valamiért fontos az. Tehát vannak ilyen jellegű dolgok is, és ezt egy kiállításon tudod felhívni a figyelmet. Mert otthon megfestettem, oké, nekem nagyon tetszett. Mondjuk kértem azt, hogy mivel jár ez. De jó ezt elmondani másnak is. És akkor kiállításon lehet ezt. Mert keres a harmóniát. Tehát valamikor egy-egy képerek, pont a harmóniára épít. Valamikor pontosan az erős kontrasztra építem fel. Pont a jobban felhívja az emberre a figyelmet. Tehát ez mindig függ, hogy beszéltünk az aktuális hangulatára az embernek. Tehát én általában optimista vagyok, és a képekre is azt akarom, hogy azt sugározzák, az optimizmust. De néha vannak egy borúsabb napok is, szomorkásabb napok is, egyhangú napok is. Tehát, és ezt ki lehet ugyanúgy a festőbe is. Tehát az ember picit visszafogja a színeket, akkor már mindjárt az lesz fontos, ez az egyszerű szürkeség. Ez sokszor én sem tudom elmagyarázni ezt szóval. Ez egyszerű, hogy van egy olyan érzés, van egy olyan hangulat az embernek, és ez kijön. Utólag én veszem én is észre, hogy nem pont ez volt a szándékom, és így alakult, és akkor rájövök, hogy miért utólag, hogy igenis ez volt bennem akkor. Nekem kedvenc témáim az utóbbi években, a mai napig is, a falusi tájak, utcarészletek, házak festése. Tehát az első évben, amikor kezdtem régen, nem annyira, de pont egy képnek a hatására kezdtem el annak idején. Ez annyira megfogott egy kisméretű kép, ami nem lehetett 20-30 centis, hogy annyira megdobogtat, és annyira tetszett. És pont az aposom képe volt, amikor akkor találkoztam először vele, hogy azt mondtam, hogy ez szenzációs, nekem is kell festeni. Persze festettem az hébe a hóba, de nem annyira. És akkor utána eléggé sokat festettem, akkor még nem alakultak ki ezek az alkotótáborok. Ez még az elején volt valamikor a 90 körül. Előtte alig voltunk néhány alkotótábor, nem volt annyi alkotótábor Erdélyben. És akkor kezdtem sokat festeni, és mai napig sokat festek, mert bennem sokszor hallom azt a kritikát, hogy a régi házak, a régi kapuk, ilyesmik a szegénységet képviselik, meg sugallják. És tényleg van benne ez is, de bennem mégis egy gyerekkori idillikép van, amikor körülöttem mindig ez volt,
és mondjuk az a boldogok voltunk. Megfeledkeztünk mindenről, és valahogy abban a kis házakban én úgy éreztem, boldog családok vannak. Egy kis helyre beszorulva, mi is gyerekek úgy voltunk, hogy jóformán egy szobába éltük az életünket a szüleimmel. Hiába volt több szoba, akkor is általában falun ez volt a szokás, talán mai napig is ez sokfele. És valahogy bennem ez maradt meg, ezt emlékezteti, ha látom ezeket a házakat, ezeket a tornácos, mert a legtöbb ház akkor tornáccal meg portikussal volt, amik most már eltűnő félben vannak. És ezért is festem, mert jól esik visszagondolni és ezeket az emlékeket felidézni. Én nem voltam annyi törekvő, annyira törekvő azért, most se vagyok annyira, úgyhogy nem annyira fontos nekem az a nagy elismerés. Én meg vagyok elégedve, sőt, nagyon ilyen szempontból azt mondom, hogy boldog ember vagyok, és már elégedett ember vagyok, amit elértem. Úgy, mint család, úgy, mint képzőművész, úgy, mint a másik szakmámban is, amit elértem. Én ilyen szempontból én azt mondom, hogy nagyon jó helyre érkeztem. Mikor indultam minden, 15 évesen ebbe a faluba elindultam minden, nem gondoltam volna, hogy ennyit el tudok érni. Van, akik sokkal többet el tudtak érni, biztos az életben, és jobb életet éltek, de én meg vagyok elégedve azt mondani. Meddig eljutottam idáig. Úgyhogy többre nem vágyom, ez maradjon meg még minél többen továbbra, és tudjam ezt tovább vinni. Így.